Na hát, sziasztok, üdvözlök mindenkit a Money Vlog mai epizódjában. Mint láthatjátok, most egy rendhagyó helyszínen vagyunk, mert hát az az egyszerű szitu volt, hogy a stúdió, ahol szoktuk csinálni a felvételeket, az nem volt elérhető ebbe az időpontba, és hát ezben a nyári mindenki szabadságon van, meg mindenki pihen időpontban. Annyira foglalt volt a stúdió egyébként, hogy nem tudtunk más időpontot megnézni, meg nekünk is nehéz, lett, nehéz volt összehozni azt a keresztmetszetet, hogy mind a hármunknak jó legyen. De csak sikerült, és szeretném üdvözölni Korpos Gergelyt a körünkben, a Broker choosernek az egyik alapítóját, illetve fejlesztési kutatási vezetőjét. Jól mondom, Gergő? Termékfejlesztés. Termék, termékfejlesztési vezetőjét. Igen. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kifejezetten örültem, hogy Gergő el tudtál jönni, mert egy olyan céget, egy olyan brendet képviselsz, amit pont mondtam Daninak az elmúlt napokban, hogy, hogy én azt sem tudtam, hogy magyarok csinálnak egyáltalán, mert már már azt kell mondjam, hogy túl jó ahhoz, hogy magyar legyen. <gül> <gül> és ez az az pozitív jelzőként mondtad. Abszolút igen. mértékben, abszolút, igen. abszolút. abszolút. Uh, volt több sokkom is a, az oldalatokkal kapcsolatban, de majd ezt is kifejtjük majd bővebben. De kérek egy pár mondatban mutatkozz be a nézőknek, hallgatóknak, hogy mit érdemes soha tudni, hogy kerültél oda, ahol most vagy, és hogy így honnan jött egyáltalán az oldalnak, amit most már elárulok, akkor a nézőknek, hallgatóknak, a broker a az ötlete. Ja, köszönöm a meghívást, meg. Uh meg kell dicsérlek titeket, mert nagyon kitartóak voltatok, tudom, hogy nem volt könnyű elérni engem, de e-mailben meg telefonon is nagyon-nagyon jó szélszes attitűddel kergettetek, úgyhogy Hát Daninak köszönjük szépen. hát Ugyan... azt mondtad az elején, hogy oké, mondom, akkor nyilván összehozzuk, úgyis csak Úgy időkérdés. Köszi a türelmet. Uh, szóval de... Én igazából befektetés elemzést tanultam még az egyetemen, és nagyjából ezen a piacon dolgoztam mondjuk úgy tíz évig, tehát mindig így a tőke piac közelében. Voltam árupiaci kereskedő, voltam portfóliómenedzser, ezek voltak a leginkább, amik így meghatározóak voltak. De már ugye az egyetem alatt eléggé úgy kezdett tisztulni bennem, hogy szeretnék egyszer egy saját vállalkozást. Már az egyetem alatt is volt egy próbálkozás ilyen uh, póló nyomással oh. próbálkoztunk egyetem alatt egy ilyen bizniszsel. Ugyanezzel az alapító akivel a Broker csináljuk. Aztán utána elmentünk karriert építeni, és akkor tíz év után úgy döntöttünk mind a ketten, hogy, hogy szeretnénk, igen, szeretnénk így kilépni a karrierünkből, és megcsinálni a Broker -csúszert. Szóval, hogy ez a hátterem szakmailag, hát amúgy meg Erdélyben születtem, Uh, ott is nőttem fel, ott életségiztem, és aztán Corvinson tanultam, ide jöttem egyetemre, és aztán itt ragadtam. Uh, amúgy meg amikor nem nem szakmázok, akkor, akkor eléggé szeretek kint lenni, meg sziklát mászni főleg, oh. meg mozogni, úgyhogy igen. Ezt hoztad magaddal, tehát hogy e nyilván ott adta... Mert ja. elől hova menekülhetsz? a másik -e -e? egyértelmű kérdés. Igen, mondjuk. Uh... Szegeden nem nagyon tudtam a sziklát mászni valószínűleg. Meg mondjuk é... lehet, hogy medve elől se kell menekülni, de. Ja, ja igen. érdekes, hobbi a sziklamászás Magyarországon. De, de, de úgy van ugye most voltam mondjuk, hogy van egy-két lehetőség, a Tatabánya környékén van, van valamilyen viafelrátás. Igen, dolog? az viafelrátás. Igen, Uh, ugye az, az micsoda? azt ráhívjátok már nekem, mert ez lehet. A fia felállt az, amikor uh, drótkötél ki van építve a pálya, és a, azzal biztosítod magad. A szikla az igazából, a sziklamászás az, amikor nincs úgymond semmi a sziklán, csak kötő mászol, és akkor úgy biztosítjátok egymást. Na mindegy, nem. Tudnék ebből egy órát mesélni. Hát, azt, 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 azt. De én, nagyon, tehát én, én most ez pozitív értem, ez egy nagyon beteg sport szerintem. Tehát a, ha már Erdély meg pont a Tordé hasadékban voltunk egyszer, és ott láttam, hogy másznak fel a srácok a sziklafalon. Nekem attól halálfélemem volt, hogy lentről néztem őket, nem hogy még ott fent. Tehát ez brutál. Hát igen, igen, érdekes. Én szeretem. Na mindegy. Életbiztosításod van? <laughs> Ezek út, tehát, ez na, meg egy másik podcast. Ja, és akkor így erő, hogy honnan jött maga az ötlet? Tehát, hogy akkor volt egyetem, végeztél, gondolom, akkor dolgoztál uh, multi vagy bármi egyéb ilyen korporát környezetben, és akkor egyszer csak jött egy ötlet, hogy saját biznisz, és miért pont a broker-chooser? Hát igazából ez az társammal már azért jó pár évvel a, a, a broker-chooser megalapítása előtt elkezdtünk ötleteket gyűjteni. Tehát, hogy így tudatosan készültünk arra, hogy egyszer ki fogunk lépni, ö, és... Volt a broker de volt ott minden, amit el tudtok képzelni. pálinka főzéstől kezdve... Uh, mondjuk az is egy szimpatikus <laughs> vonal. Sem, igen, igen. De végül, végül abban maradtunk, hogy digitális szeretnénk, és valamit, ami kapcsolódik a tőkepiachoz. És akkor ami még szerintem tök közel volt ehhez, az az volt, hogy gyakorlatilag fogjuk a különböző korporát kötvényeket, és feldarabuljuk olyan, olyan kisebb egységekre, tehát mondjuk mik mik mikrokorporát kötvényekre, amiket utána a retail könnyen elér, és akkor erre csinálni egy platformot, még ez volt még a másik erős, ami versenyben volt. De igazából azért lett a broker chooser, mert hogy azt gondoltuk, hogy sokkal könnyebben megvalósítható. És maga az ötlet az onnan jött, hogy én már az egyetem alatt elkezdtem számlát nyitni magamnak, befektetni. Nem tudom pontosan, hogy ti hány évesek vagytok, de szerintem szóval fiatalabbak vagytok nálam mindketten. U, akkor... akkor most nem én leszek öregezve. Igen, igen, kivételesen. De akkor még volt ilyen, hogy Inter-Európa Bank, és nekik volt egy olyan számlájok, amit kimondottan diákoknak ajánlottak, ilyen jó volt a díjstruktúra, úgyhogy ott nyitottam az első számlámat, aztán azt megvette a cib, meg bezárták, és akkor váltanom kellett, és rájöttem, hogyha olyan olyan döntést akarok hozni a számlaváltásban, ami megalapozott, és nem csak rábökök egy cégre, egy broker cégre, akkor az elég sok időt elvisz, és el is vitt nekem mondjuk, szerintem több héten keresztül gyűjtöttem adatokat, meg összepakoltam konkrétan egy Excel táblát erre, meg megnéztem a szenáriókat, és akkor mondom, hogy jó, ez lesz a jó. És, és akkor egy hirtelen felírtam azt, hogy hát ez egy probléma, ami nekem problémám volt, és elment velem sok, vele sok időm, és valószínűleg ez másnak is problémája, és, és akkor ezt le lehetne ezt az időt rövidíteni. Aztán megnéztem, hogy van -e erre business case, az újságban ezt már csinálták, tehát hogy lehetett ebből úgymond bevételt is generálni, és akkor felkerült az ötlet is terem. Tök jó, ez, ez nekem nagyon tetszik. Tényleg az, amit mondasz, hogy szerintem mostanában azok a bizniszek tudnak úgy igazán jól megélni, meg, meg előre menni, ami egyrészt segíteni akar az embereken, és hogy ezt az időt, energiát spórolja meg nekik. Tehát, hogy akkor, amikor nyitottad az intereurópás számát, nem tudom, hogy hány konkurens lehetett mondjuk még a piacon nagyjából, de volt itthon elérhető mondjuk négy-öt értékpapírszolgáltató körülbelül? Szerintem nagyságrendileg igen. Igen. Hát, uh... Sőt, én azt mondom, hogy lehet, hogy akkor volt 5-10, szerintem akkor Aha. volt itthon egy ilyen boom, hogy, uh -huh. hogy egyre több ilyen szolgáltató volt, most meg ugye inkább konszolidációban már, hogyha megnézzük. De a legelső számlámnál igazából csak az ráböktem egyre, mert, mert akkor volt ez a hívószó, hogy diákszámla. És, és szerintem az első számlánál az emberek nagy része talán ezt csinálja, hogy ezt akartam pont kérdezni, hogy, hogy vajon mennyire maradt meg az a, ugyanez a trend, hogy valójában az első broker számára az mindenkinek az, hogy hát legyen az, és így kb. ennyi. Vagy most már azért tudatosabbak az emberek, és, és kicsit utána mennek, vagy kutatnak. Szerintem ez egyrészt ilyen embertípus kérdése is, tehát perszóna. Tehát szerintem a szűkebb réteg, aki, aki analitikusabb, és mondjuk már mondjuk azt, hogy egy picit előrébb van a karrierében vagy érettségben, akkor szerintem ő mondjuk leül egy kicsit elemezni, de a nagy többség, akik kezdők, ő rábök egy számlára, és, és szerintem ez oké, okay, ott amire nagyon kell figyelni a rábökésnél, hogy olyanra bökjél rá, aki téged nem fog átverni, és nem fogja ellopni a pénzedet. Tehát szerintem ott a legelején ez a leges-leges legfontosabb, hogy ne olyan helyre menjél, ahol átvernek, mert sajnos vannak csalók a piacon, nagyon sokan ráböksz egyre, elkezdesz ott csinálni valamit, elkezdesz megtapasztalni dolgokat, és akkor utána rá egy-két évre majd meg fogod nyitni a következő számládat, mert amúgy ezt látjuk, hogy ez a trend, hogy utána váltanak, és akkor egyre inkább szofisztikáltabb lesz, hogy mit szeretnél, jön a következő és következő számla. Ez abszolút szerintem az olyan, igazából bármelyik más része a pénzügynek. Tehát a folyószámlát is nem így választja az ember első körben, hogy hát ahol a szülők bankolnak, és akkor utána, amikor rájön, hogy a a nagy zöld bank az nem biztos, hogy a legolcsóbb Magyarországon, meg egyéb társai, akkor ugye elkezd nézelődni Igen. mondjuk, hogy, hogy merre menjen tovább. Én egyébként én random kapitállal kezdtem még, még annó, a, nyilván akkor még az ember nem is gondolkodott abban, hogy külföldi értékpapír szolgáltató, hát hogy mi van itthon, nézzük meg, hogy mi van itthon. Igen. Volt Erste, KBC, meg Random Capital KB, ami ugye három, három ilyen piac, nevezhetjük piacvezető ajánlat volt, és akkor valamiért, de már a mai napig nem tudom mondani, hogy miért a, a random jött ki belőle. Mert olcsó? Valószínűleg az ár, az igen. Igen, volt ilyen hogy Equilor is akkor. Tényleg. Volt Ők most is vannak. most is vannak. Ők még most is vannak, igen. Az ezt a, bocsa, a a platformjával voltak annak, most nem tudom. ez jó kérdés. Azt amikor nézegettem, hogy ami nagyon drágák voltak, azt hiszem, de hogy... Igen, de ők most nagyon olyan, hogy hívják, irányba mentek el, ők csinálták most meg, szerintem közép kelet európába először behozták ezt a nagyon durván uh, uh, taylor vagyon kezelési vagyonkezelési cuccot. Tehát, hogyha olyan szolgáltatást adnak, ezt én is egy, nem tudom, egy hónapja, másfél hónapja állt, ugye, valaki valakivel podcastot beszélgetett a Equilornak valami vezetője, majd, ha ismeritek, vagy tudjátok, akkor linkeljétek be nyugodtan, eh, ahol annyi volt, hogy eh, talán egy millió euró fölötti számlák esetében kompletten ugye megcsinálok mindent, és kapsz egy olyan e, ilyen szolgáltatást is, nem tudom ezt magyarul hogy hívják, amikor fölhívod őket, hogy figyelj, egyébként én szeretnék menni a, nem tudom, a ritz e, Londonba, és akkor oda már nekem szobát, és akkor elintézik ezt is. Vagy repülőről hoznak, transferrel visznek, intéznek magángépet, szóval hogy hát ilyen ez szolgáltatást. ez egy, ilyen... egy ilyen private banking szolgáltatás. igen, rakoltak. csak annak a, a legfelső a része. Te Igen, igen, igen. igen, 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 igen. igen, igen. Úgyhogy még vannak, ez, ez csak annyi. Ja, jó. Uh, igen, nem szorosan követem én személy szerintem, szerintem a magyar piacot, mert ugye a termékünk az full globális, uh, úgyhogy próbálok jobban a globális trendekre figyelni. De igen, annak volt Equilor, szerintem a Concordnak is volt online platformja. Emlékelem, szerint biztos van most is. Jöhet ja, uh, meg ugye a portfólió, ugye ők a... ja, az, portfólió. A portfólió. A Egy az Egy platformot igen, használták, igen. vagy használják, nem tudom, hogy az, az még van-e egyébként. Én úgy tudom, hogy van, ugyanúgy az EST-e vannak szerződésben. És emlékelem, szerint az E is szakszó alakú platform, de most... Javítsatok ki. Uh, szerintem nem, télnek. mert már nem. A, nekem, ugye, a randomos ügyfelek azok az RST-be lettek uh, át, át és uh, én ismerem a Saxo platformot is, meg az RST platformot is, és nagyon más. Nagyon ha, más. Hogy a, mögötte, a mögöttes, ugye, amit a backend-en csinálnak, az mennyire összekapcsolva, azt nem tudom, de a, úgymond a user felülete az, az nagyon más. Világos. Ja, én, nekem nagyon sokáig KBC számlám volt, most meg ez ugye KH lett. És én azt nagyon szerettem, úgy szerintem az, az, egy jó számla volt, meg nagyon jó volt a, jók voltak az elemzéseik, ugye folyamatosan jött ilyen hírlevél, lehet, hogy ez még most is megvan, de az elemző csapat azt nem kimondta jó volt. Meg annak, amikor még portfólió kezelő voltam, akkor, akkor is sokat kötöttem velük, úgyhogy, ez az egy jó csapat volt, ilyen. Ez szerintem meg egyébként mindig igaz, mert én, én, azt mindig nyíltan elmondom az összes videóban, meg mindenhol, hogy igazából nekem három főbb számlám van, mert abban azt mondom, hogy a kettő a, a, legfőbb, de egy interaktív brokers, egy Hargreaves lens, ami talán Magyarországon annyira nem ismert, de az Egyesült Királyságban, hogy benne vannak a száz legnagyobb wow. cég között. Meg, meg egy knth s vagy hát ugye KBC Equitas, és én is ugyanezt mondom el mindenkinek, meg az elemzős videóban is ezt mondtam, hogy egyébként szerintem az ő elemző csapatuk az tök jó, mert jó elemzéseket csinálnak. Igen. Tehát egyébként. ez, ez szerintem megmaradt, most innen is üdvözlöm nekik, hogy ennyire fölmagasztaljuk őket, úgyhogy jöhet a lóvé a podcast, támogatásra csak mondom. Hát ne felejtsük, hogy az ERSZT is erősít, ugye folyamatosan jobbnál jobb szakemberekkel ja, bővíti most, ja, a ja, csapatát. Igen. Mert hogy a Gergőt nem ismered a Petit, akivel elkezdtük hárman ezt a Aha. podcastot, ő most azért nincs közöttünk, mert a, ő elment az ERSZT-hez USA deskre és a Compliance meg egyéb szerzőse nem engedi, hogy, hogy, podcastoljon velünk, de egyébként egy szakember, és az ERTE is fejleszt vele folyamatosan. És Dani, most, most megleptelem úgy ezzel a Lens Lansdowne számlával. le Miért ott eltelt a Hát figyelj, igazából, a, ugye azt tudni kell, hogy én én elég sokat éltem kint húzamosabb ja, ideig. Igen, meg, uh, ugye ott egyetem, ugye én ott voltam, ott kezdtem el a, a, a brokeri uh, sztorit, most is azért elég sokat uh, vagyok kint, tehát igazából, most nem is tudom, egy két hete voltam, aztán most kicsit... Uh, nem vagyok annyira boldog magammal, hogy erre a 35 fokra sikerült azt, itt itthon ezt az időt, úgyhogy mire hát nézitek a nyaralás, tengerpart nélkül. Igen, nagyon, nagyon kellemes ez a budapesti 36 fok. Na mindegy, úgyhogy, úgyhogy ezért. Tehát, hogy igazából az, 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 elég egyértelmű. Hát ott tudod, hogy gyakorlatilag ők olyan, mint Magyarországon az OTP. Tehát, ja, hogy igen, mindenkinek igen. van ott. Ha nyugdíj számlád van, akkor szerintem, nem tudom, egy 10-ből 8 nyugdíj számla az a Hargüzdenszámlával. Abszolút, abszolút. Meg, meg, meg a másik ok, ami miatt és ami egyébként érdekes, hogy ha már itt tartunk, de azt lehet, hogy el szoktam mondani, legalábbis az értető pénzkövetők tudják, hogy egyébként Európai Unióból is lehet számlát nyitni, csak ugye papír alapon szóval egy kicsit macerásabb, mint a, a normál online számlanyítás, de egyébként megoldható. Tehát ha valaki mondjuk, ugye itt beszéltünk arról, hogy a vállalati kötvények pont szóba kerültek, hogy azokat feldarabolni, meg hasonló, ha mondjuk valaki angol állampapírt szeretne venni, akkor azt a döntő többségében Európai Unió szolgáltatók nem adják, mert ugye nincsenek kapcsolatban a. Debt Management Office állam adósságkezelő központ, ah, hogy valami ah, ilyesmi. Ah, ah. Igen, mert nincsen velük ah, trading szerződés, és akkor kell egy Egyesült Királysági Szolgáltató. Még az interaktívnak sem. Neki régebben nem az volt, az... Ők most kezdték el egyébként belistázgatni, de nagyon, tehát hogy egyenlőre még megvan az a, a, lista, tehát mondjuk ha az interaktívot vagy egy szakszót nézünk, akkor mondjuk három vagy négy ö, kötvény elérhető, és mondjuk nem van világos, most aha. nem tudom én száz, amivel egyébként lehetne kereskedni. Szóval ez meg a másik, hogyha valaki ilyet akar, akkor... Tök jó. Akkor Na de egyébként, lesz. hogy az Jósi, valaki ilyet akar, ez egy jó, jó gondolat, de hogy itthon egyébként, Gergő, mit látsz, mit akarnak az emberek egyébként? Tehát, hogy beszéltünk itt ezekről a magyar szolgáltatókról, a, a londoni szolgáltatókról, de egyébként mit látsz a magyar piacon amúgy, hogy így mi alapján választanak az emberek broker céget, és vannak-e ilyen tipikus, legkedveltebb célpontok? Hát kettő dologról tudok beszélni. Az egyik az az, hogy mi alapján választanak az emberek általánosan broker céget, tehát milyen szempontok alapján, mert ezt folyamatosan figyeljük. Ugye nálunk van egy ilyen része az oldalnak, ahol ki tudsz tölteni egy kérdőívet, és akkor ott látjuk a preferenciákat, plusz mi külön szondáztatjuk az ügyfeleket néha, hogy mik a legfontosabb szempontok nekik. És az első helyen egyértelműen mindig az, az ár van, tehát hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy mennyiért lehet kötni, milyenek a díjak, mennyiért tudsz kiutalni, stb. stb. konverziós díj. Ez az egyik. A második az a biztonság, tehát hogy mennyire biztonságos az adott szolgáltató. Előrébb sorolják a díjakat, mint a biztonságot. Igen, igen. Wow. Igen. Na ezzel azt... meg most engem leptél meg, mert én azt hittem, hogy az a non plus ultra, hogy, hogy akkor olyan legyen a betétbiztosítási rendszere, olyan legyen a, nem tudom, tehát wow. Na, hát igen. Ny nyilván azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy az ár az első, valószínűleg implicite, azt gondolja, hogy... és nyilván az, azokon a, azon a körön belül, akik biztonságosak, az ára legfontosabb. Ja, aha. Igen, mert Én... ott, azt, hogy mondjuk aki nálatok listázva van, ott már még nem kell aggódni a biztonság miatt, hanem ez egy ilyen alap, alaptétel. Igen, és nálunk ez alaptétel, tehát, hogy mi ráadásul olyan brokereket ajánlunk csak, akiknek van top tier regulátoruk, tehát, hogy, hogy valamilyen komolyabb uh, jurisdiction országból van a regulátoruk. Uh, igen, szóval ott hogy ár, biztonság, és a harmadik az... Uh, a beutalás és kiutalásnak a körülménye és költségei, mert nyilván az, hogyha már nyitottatok számlát, nyilván nyitottatok, akkor tudjátok, hogy eléggé problémás lehet, hogy rájössz, hogy a számla, amit megnyitottál, az mondjuk külföldön van, dollárban neked, meg van itthon forintod, magyar forint számlán, és akkor kérdés, hogy hogy konvertálodik az le dollár, a másik kérdés, hogy a magyar bankod mennyiért engedélyet kiutalni a külföldi számlára, és az eléggé macerás tud lenni és ráadásul vannak olyan ügyfények, igények, hogy van, aki ilyen digitális számlákról szeretne beutalni, tudom, Paypal, stb. Tehát ott az, 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 még fontos szokott lenni. És aztán jön szépen a többi trading platform, számlanyítási process, stb. stb. És azt egyébként mennyire nézik meg, mert ugye azt, azt tudom, hogy uh, aki nem tudja, az brokerchooser.com nézze meg, hogy milyen menüpontok vannak, hogy ugye ti sorol, rangsoroljátok azt hogy egyébként a részvény kategóriába, a nem tudom én az első, hogyha Magyarországról nézed, akkor a nem tudom most fejből, de lehet, hogy ki tudjuk keresni és meg mondani, hogyha a forex nézzük, hogyha a, a, nem tudom én... Szerintem ö, még kriptótól hogy... kezdve, CFD-ken át mindenre csináltak ilyen listát. minden, van listánk, Hogy igen. ezt egyébként mennyire figyelik, vagy azt mondják az emberek, hogy hát igazából én tősdézni szeretnék, és akkor, hát akkor nyissunk egy broker céget, de hogy nem, mert azért azt lássuk be, hogy ég és föld van a között, hogy valaki egy jó részvényesi brókert akar választani, vagy egy jó forex brókert, mert a kettő az lehet, hogy teljesen elválik egymástól. Igen, igen. Hát mi meg szoktunk különböztetni igazából trader típusú ügyfeleket és befektető típusú ügyfeleket, és ebből is mindkettőből van kezdő, és mondjuk haladó, vagy, vagy, vagy már profi. Tehát hogy ez a két kategória van. És aki, aki ilyen befektető típusú ügyfél, ő kevésbé tudja akár azt is, hogy mit szeretne csinálni. Ő onnan indul, hogy van megtakarításom, van infláció, és, és vagy, vagy, vagy vagy szeretném, hogy valamit hozzon ez a megtakarítás, mit csinálják a pénzemmel, és neki az nem merül fel, hogy alapok, RTF, részvény bármi. Esetleg hallott valakitől valamit, hogy ú, uh, az Apple az nagyon jó, vagy a, 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 a legdiakoribb, hogy mit gondolsz a kriptóról. Uh, nekik abba kell először egy, egy ilyen kalauzolás, hogy jó, akkor egyáltalán úgy, úgy eszik vagy isszák ezt az egészet. A kezdő trader, ő sokkal jobban tudja, hogy ó, én forex akarok, vagy ó, én futures akarok kezdeni valamit. Ő egy fokkal már tudatosabb, de ugyanúgy kezdő, csak az étvágya sokkal nagyobb. Tehát tudja, hogy kockázatok akar vállalni, ő nagyon nagy hozamot akar, nem elégszik meg, a nem tudom, a piaci hozzám mondjuk évi 10%-a mondjuk stockban, és ilyen szemben mások, tehát nagyon máshonnan más indulnak, és akkor ő tudatosan rá fog menni mondjuk arra, hogy best brokers for options, tehát a legjobb brokerek az opciókra, a, a befektető típus pedig inkább a, mondjuk egy edukációs cikkre megy de hogy hogyan kezdjünk el befektetni, milyen szempontok vannak. Abszolút egyébként, és, és hogy látod egyébként, hogy hogy oké, elkezdik ezeket nézegetni, és ezért ugye a legtöbb esetben én azt tapasztalom, hogy oké, végignéznek egy pár ilyen elemzést, meg egy összehasonlító platformot, nyilátok, nem tudom, ugye nagyon szépen ki van bontva, ugye mindenhol, amikor nézek egy darab brokernek a az elemzését, akkor ott tényleg, amit mondtál, hogy nyitási procedúra, költségek, elérhető eszközök, annak a mennyisége, milyenség, tehát, hogy brutál hosszú elemzéseitek vannak, és hogy vannak -e olyan típusú ügyfeleitek, vagy olyan típusú látogatói az oldalnak, aki már még rendelkezik egy számlával, rájön, hogy ú, az nem biztos, hogy a legjobb volt, és akkor ahelyett akar ez alapján már egy másodikat választani, vagy őt már inkább ebbe a haladó befektető kategóriába sorolnátok? Hogy, ab, tehát, hogy abszolút vannak ilyenek, sőt, azt hiszem, ez a normális út, hogy valaki megnyitja az első számláját, eltelik kell, szerintem úgy fél egy év, és aztán rájön, hogy szeretnék mást, ez, ez, nem tudja azt, és akkor nyit még egyet, aztán azt az elsőt vagy lezárja, vagy nem lehet, hogy megtartja játszani, nyit egy komolyabbat, és akkor azt látjuk, hogy ilyen gyakorlatilag egy-két évent az emberek vagy nyitnak újat, vagy váltanak, és általában egy ügyfélnek nem egy számlája van. Tehát, hogy még ez is egy ilyen érdekes dolog, mert mondjuk azt szokták, a aki feszegeti a bizniszmodellünket, akkor azt kérdezi, egy de hát az emberek tíz évente nyitnak egy számlát, akkor ez, ez hogy van, mert hogy csináltok ti pénzzel Nem menni sokkal gyakrabban, és nem egy számlát nyitnak, hanem többet. Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas dolog, és igazából ez elvezet egy fejfájáshoz is a nap végén, hogyha belegondoltok, nem tudom, hogy nektek van ez a fejfájásotok, hogy van több számlátok, egy idő után aztán ezt úgy valahogy szeretnétek egy idő után egy helyen látni, hogy melyik számlán mi van, mennyi a hozzá, mi történik vele. Úgyhogy most éppen erre próbálunk fejleszteni egy terméket. Igen, van. Neke, nekem egyébként négy számlám van összesen. Uh, és amit mondasz Geri, ez a fejfájás, hogy nem is feltétlenül amiatt, hogy csak egy helyen akarom látni őket, hanem még van olyan számlám is, hogy amikor meg elindítottam, akkor X kondícióval rendelkezett, de közben változott az hmm. ASF, az árazás, a stb. És most már, amikor mondjuk régebben mondjuk egy LTF kereskedés, vagy LTF vásárlás az díjmentes volt a platformon, meg a beutalás is díjmentes volt, most már se a beutalás, se az LTF megvásárlás nem díjmentes. De ugye ott van rajta X mennyiségű tőke, és most azt mozgassam, tegyem át másikra, stb. És hogy ilyen én ilyen macerának élem meg az egészet, és ez a letémű, a lusta befektető, hogy jó, jó, van az úgy ott, akkor maradjon. De ez a képzetek, Egy pont tegnap beszéltem az egyik ismerősömmel arról, hogy felmerült ez a kérdés, hogy relatív nagy összeg, vagy azt mondom, mondjuk magyar viszonylatok között azért nagy összegről van szó. És, és, azt mondta, hogy azt kérdezte, hogy te egyébként, Dani, akkor most igazából nekem azt kéne, hogy egy számlán tartsam az egészet, vagy több számlán tartsam az egészet, mi lenne a jó megoldás. És egyébként tökre kíváncsi vagyok a véleményedben ott tudom a véleményt, ha nem vagyok rá kíváncsi. Én azt mondtam neki, hogy mondom, figyelj, kétféleképpen lehet megközelíteni, hogyha ha lefekszel aludni, akkor te úgy érzed el, hogy ezzel a mennyiséggel akár ez legyen egy vagy három, te azzal jól érzed magad. Mert van olyan, aki azt mondja, hogy én egyébként mondhatok egyébként nevet már, mint Broker nevet szerintem van egy interaktív brokers számlája, azon van forintban, nem is tudom, már kilenc szám egy összeg, és azt mondja, hogy nekem ez rendben van, én ezt kikerestem, megnéztem, utána néztem mindenhol, egyébként be köztük nálatok is, oké, rendben leteszteltem, marad. Nem akarok nyolc broker céget, nem akarok ezzel, ott van az összes pénzem, én azzal meg vagyok. És van a másik, aki azt mondja, hogy én mondjuk szeretném legalább kettőbe vagy háromba osztani, mert azért mégiscsak ugye külön betétbiztosítások vannak, annak az esélye, hogy kettő egyszerre megy csődbe, azért nyilván kisebb, mint hogy egy ugye a klasszikus matematikus vicc, ugye miért visz magával a matematikus bombát a repülőre, mert ugye annak, hogy a repülőn kettő bomba van, sokkal kevesebb az esélye, mint egy. Szóval, <síns> kérek most szóval hogy, hogy én, én ezt a megközelítést mondtam neki, hogy figyelj, az a kérdés, hogy te milyen beállítottságú vagy inkább, inkább ezt, vagy vagy inkább jobban rákeres legyre, és, és, és egyfelé mész. Mert hogy én. Nem, hanem hogy Erő. azt mondtam, hogy igen, ja, hogy, hogy általában én így indulnék neki, hogyha, hogyha broker céget kell választani, vagy ha az a kérdés, hogy mondjuk nyissa-e még egyet, kettőt vagy hármat. Ja, világos, igen. Hát az alvás minőség az nyilván nagyon fontos. Szóval. Az, az egy jó. Jó kiválasztási szempont, de én még azt azért biztos, hogy hozzátenném és megfigyelném, hogy mennyi az investor protection, tehát mennyi a befektetés védelmi, bocs, hogy angolul mondom a szalkatniad, hogy mennyi a befektetés védelem az adott szolgáltatónál, mert ez nagyon-nagyon eltérő a leggyakorlatilag van, ahol nulla, tehát mondjuk az Ausztáldó kereknél tipikusan, Európában tipikusan 20 ezer euró, a legmagasabb ugye az USA-ban, ahol a, a készpénze 250 ezer dollár, a az értékpapírokra pedig 500 dollár. Na most nyilván attól függően, hogy mennyi a befektetési összeget, azért ezt én, én, szoktam figyelni, hogy, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon minden félremegy, és az adott blokkere történik valami, akár saját nem tudom, rossz szándékán kívül, akkor ott van az állam, és akkor elhiszem, mondjuk, hogy az amerikai állam az jótáll, vagy a német állam, vagy stb. És, ny és nyilván a 20 ezer euró és az 500 ezer dollár között azért elég nagy van különbség, különbség. van. igen. igen. Szóval Abszolút. én ezt úgy van, mennyire figyelembe veszem. És akkor még bele lehet ilyenekbe menni, hogy a broker hogyan tart, milyen számlákon tartja a pénzt, hol, ne ő, hol vezeti a számláit, mennyire szegregáltak ezek a számlák csak az a gond, hogy ha ilyen mélységig bele akarsz menni, ezek gyakorlatilag már nem publikus információk, tehát akkor írni kell nekik, a customer service-nek ezeknek utána kell menni. De a befektetés védelem összege azt szerintem egy jó kiindulási alap. Ezt amúgy szokt, annól mondtam, hogy, vagy az előbb mondtam, hogy ár, safety, biztonság, és az, hogy hogyan tudsz ki és beutalni, és a biztonságon belül is szoktuk monitorozni, hogy mi a fontos nekik, és ez az egyik, hogy mennyi a befektetés védelmi összeg. A másik az, az, hogy mióta van a broker a piacon. Tehát, hogy, hogy nyilván nem ugyanaz a, a helyzet, hogyha két éve indult az adott cég, vagy már mondjuk 40 év volt van a piacon. Ez nagyon fontos az embereknek. Aztán az, hogy hogy van-e top-tier reguláció, amit ugye mi is nézünk. És a negyedik az, hogy volt-e bármilyen ilyen komolyabb problémája felügyelettel, tehát büntették -e, az milyen mértékű volt. Azt még egy fél mondatban hogy mi az, hogy top tier reguláció, mert mi lehet, hogy tudjuk csak, hogy a mindenkinek tiszta legyen. Igen, tök jó. És az, az gyakorlatilag, hogy egy, egy olyan országnak a felügyelete adott annak a szolgáltatónak, brokernek engedélyt, amelyik országról úgy azt mondjuk, hogy hát egy, egy jó jogi környezet van ott, és, és azt, hogy az a felügyelet az tényleg egy komoly szakmi munkát végez. Ők tipikusan UK, USA, nyugat-európai országok, Ausztrália, tehát ezeket mind top-tier besoroljuk. Pakisztán. Irán. Igen. 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 Egyébként uh, ugye itt majd erről kicsit akarok beszélni, ugye, hogy az elmúlt években azért bejöttek itthon a, ezek a külföldi értékpapírszolgáltatók, és ugye mondtad, Gergő, hogy ti nem feltétlenül magyar piacon dolgoztok, hanem szélesen a világba, de hogy ez szerintem egy, nem tudom, egy elmúlt négy-öt éves jelenség lehet, hogy ugye voltak ezek a klasszikus magyar értékpapírszolgáltatók, és akkor megjelentek a, nem tudom, Revolut, Lightyear, Interactive Brokers, Itorótól kezdve, stb. minden ilyen. És például ezekkel a brokerciekkel szemben a legnagyobb kritika, legtöbbször, amikor én találkozok így, így potenciális befektetőkkel, hogy ez a 20 ezer, euró, 20 ezer euró, ez nagyon kevés. Ugye mert még itthon is ahhoz szokott az ember, hogy 100 ezer euróig garantálja a beva a pénzét. És hogy miért lehet ez szerintetek, hogy ez ennyire alacsony az euró, nyugat-európai országokban? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én arra tippelek, hogy, hogy igazából annyira kevés a, az ilyen Visszaélés, meg scandal, hogy hogy azt gondolják, hogy erre úgymond nincs, nincs, nincs annyira szükség. Plusz azért elég komoly, sokkal komolyabb követelmények vannak arra, hogy hogyan tár, tehát hogy milyen riportokat kell jelenteni a felügyeletnek, tényleg hogyan, milyen számlákon tárják a pénzt. Tehát, hogy maga, amit a, a felügyelet megkövetel, az, az, az magasabb, és emiatt azt gondolják, hogy oké okay az, hogy kisebb a befektetésvédelem. És amúgy, ha már itt tartunk, akkor, akkor igen, én mondjuk őszintén szívesebben tartom egy, egy, olyan brokernél a pénzemet, ahol 20 ezer euró befektetésvédelem, de mondjuk van egy UKFC regulációja, versus mondjuk 100 ezer eurós befektetésvédelem és csak, csak ciprusi reguláció. Tehát azért ezeket is így figyelembe kell venni, hogy, hogy ez csak egy, egy szempont, de nem, nem, fontos, de hogy, hogy nem csak ez a meghatározó szerintem. Itt közben az adás előtt említetted, csak gondoltam, hogy akkor ezt itt is beszéljük már át, hogy ugye egy csomóféle adatpontot néztek, amikor igen. ugye besoroljátok ezeket. És most nyilván nem gondolom, hogy itt föl kéne sorolni azt a 600-at. Egyrészt, mert ha azokat fejből tudod, akkor az nagyon nagy rész de akkor azt mondom, hogy akkor nagyon-nagyon komolyan. Másrészt uh, lejár a stúdió idő. Másrészt igen, tehát gyakorlatilag akkor itt leszünk este 9-ig. De hogy, de hogy ezek, tehát hogy egy párat tudsz mondani, ami mondjuk publikus, vagy amit így elmondhatsz, hogy mi az, amiket gondolom ez alapvetően, vagy én legalábbis úgy gondolom így, így kívülállóként, hogy én ezt valamilyen súlyozott átlakként csinálnám meg. Abszolút. Hogy mik azok, amiket mondjuk elsősorban megnéztek, vagy amiket elsősorban súlyoztok, és mondjuk mi az, ami egyébként úgy fontos, de hogy azért mondjuk inkább a sor végén van. Igen, hát mi nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy mit az ügyfelek mit szeretnének, tehát gyakorlatilag ezek a súlyoknak az aránya eléggé leköveti azt, hogy az ügyfelek számára mi a fontos. Tehát nálunk is a díj van legelő, a safety van a második helyen, és lehet, hogy a, elsúlyozzuk a, a, az ügyfelekhez képest azt, hogy mondjuk, mi a biztonságnak tényleg egy nagyobb arányt adunk, mint mondjuk az ügyfelek, de nagyjából a sorrend azonos. Uh, és uh, hát ilyen, ami hátrébb sorolódik, de gyűjtünk rá adatpontot, az mondjuk azt, hogy milyen elemzési eszköz, eszközök vannak, tehát milyen research túlok -ok vannak mondjuk a platformon. Ez az egyik. Milyen, milyen uh, edukációs anyagok vannak a platformon. Van a webinárium, írnak egy cikkeket, uh, aztán customer support is viszonylag háttérben, bár szerintem az eléggé fontos, az ügyfelek számára nem annyira fontos, vagy legalábbis a, a kezdőbek számára szerintem kevésbé, a haladóknak eléggé fontos. Ö, és akkor, és minde, nyilván mindegyik kategórián belül, mondjuk fiken fí, belül gyűjtünk, szerintem minimum száz, inkább kétszáz pont, hogy milyen, milyen, fí, milyen díjaik vannak a részvénytől kezdve, az opcionát, konverziós díj, beutalási díj, kiudalási díj, és akkor így jön össze egy ilyen ö, szép kis 600 alappont. Úgyhogy nagyon köszönöm minden uh, uh, broker a, a, türelmét, hogy ezeket így összegyűjtögetik, nagyon becsületesen, de nem is csak, hogy összegyűjtjük ezeket, hanem rásul le is teszteljük az adott brókert. Tehát, hogy mi megnyitjuk a számlát, tényleg beutalunk pénzt, kipróbáljuk a platformot, és akkor ilyen szempontból magát az ügyfél élményt is díjazzuk, mert azt látjuk, hogy ez egyre fontosabb. Tehát ugye nyilván ti is tudjátok, hogy az, hogy milyen egy applikáció, milyen egy webplatform, az, az, az egyre inkább fontos, mert az ilyen ósdi elavult termékeken gyakorlatilag egy idő után tényleg kitéped a hajadat, és, és lehet, hogy nagyon-nagyon jó, meg olcsó, de hogy azt mondod, hogy ez, ez élhetetlen ez a platform, és hetek, mondjuk hetekig, hónapokig tart, amíg megtanulod, és akkor inkább ott hogy ott. Tehát az, hogy milyen ez az ügyfélnélménye, ez nagyon fontos, és ez is ott van a, a szempontjai között. Ezzel tökre egyetértek. A, a csatornámon van egyébként egy ilyen összehasonlítás. Nem sok egy 5-6 brokert elemeztem ki így egyesével egyébként. Kb. Hogy, nyilván nem a 600, de mondjuk annak egy... <laughs> <laughs> egy amatőr <verziója, gül> <egy gül> a <hatör> verziója. amatőr <laughs> Egy ilyen visről rendelt verzió <laughs> van belőle. És én például a user experience mindig az első helyen. Tehát mikor a pontokat osztogattam ki a végén, hmm. mindig az volt az elsődleges szempont. Mert szerintem a mai világban, már ugye több adásban beszélgettünk erről a Danival, hogy egyre többek számára nyílik meg ez a világ, hogy tőzsde, hogy értékpapírbefektetések, LTF-ek, stb. És rengeteg ember van, aki úgy kezd bele ebbe a világba, hogy igazából engem a számlát, de azt sem tudom, hogy mit kell csinálnom. És számukra, hogyha egy olyan platformmal találkoznak az elején, ahol tényleg nem tudja majd, hogy mit kell csinálnia, meg hogy hogy válaszol ki egy LTF-et, az mit tartalmaz, milyen régióba fektet be, stb., akkor így el is megy a kedve sok esetben az egésztől. Viszont, hogy megnyit egy olyan mobil applikációt, vagy akár webes platformot, vagy bármit, ami szép, színes, szagos, átlátható, kivászok egy LTF-et, ott mit olyan világtérképtől kezdve, diagramokkal, mindenek ki van egészítve, az egyre sokkal jobban meghozza a kedvét is a befektetéshez, másrészt meg szerintem ahhoz is, hogy tanuljon. Abszolút. És ha ez ki van egészítve azokkal, amiket mondták Gergő, hogy és még vannak is edukatív tartalmak azokon a platformokon, akkor az még még, még inkább abba az irányba viszi el a befektetőt, hogy a kezdőből a haladó tírbe át tudjon menni. Szóval ezek szerintem kár, hogy az emberek ennyire hátra sorolják, de kimondottan fontosak amúgy szerintem. Abszolút. Hát igen, tehát az eleve az, hogyha nem, nem tudsz semmit a befektetésektől, nagyon nehéz elkezdeni és akkor utána még rá, 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 nem tudom, landolsz egy olyan platformra, ahol semmit nem értesz az világon, akkor nagyon-nagyon ijesztő. Tehát nem tudom, szóval úgy tudom elképzelni, hogy nem tudom, mint a sportolás, hogy nagyon rég nem sportoltál, vagy sose sportoltál, és nyilván van egy ilyen erős az ellen, hogy akkor elkezdjed, és akkor hirtelen kapsz egy, nem tudom, ajándékkupont karácsonykor a családtól. <laughs> Klasszikus új <oui, oui. gül> Az edzőterembe, és akkor így január 5-én így megjelensz az edzőterembe, nyilván ott vannak Uszad sok... magaddal, magad, aki szintén ugye nem belcipelve jár, igen. Hát meg ott vannak a profik, és ott van ez a géppark, amihez ugye nem ért, nem tudod, hogy mi, micsoda, mit kell csinálni. Nyilván érzed, hogy hogy aki ott otthonosan mozog, az egyből vágja, hogy te ott új vagy, és akkor elmegy a kedved az egész. Tehát nyilván nem így kell felépíteni egy, 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 egy kezdő sportolónak a, a, a sport vagy tevékenységét, vagy nem érdemes mondjuk egy kezdő futót berakni olyanokkal, akik már öt éve futnak, hogy akkor hajrá, itt van egy 10 kilométer, erdőben ezer méter szintemelkedés. Szóval, szóval ez, 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 a rossz UX-es platform, ahol, ahol tényleg nem tudod, hogy mit kell csinálni. És hát nagyon sokan küzdenek ezzel, nagyon-nagyon sokan. De be látsz egyébként fejlődést? Tehát, hogy, hogy, ezeket a, az úgymond nem anyagiakban kifejezhető dolgokat egyébként kezdik erőtérbe helyezni a szolgáltatók valamilyen szinten? Tehát, hogy Abszolút. mondjuk, nézzük ezeket a megint csak a régi magyar Erste, KBC, stb. ezeket, hogy azért ezeknek a platformoknak még bőven van ezekben elmaradása, szerintem. És hogy azért éleződik a verseny, mert ahogy itt beszéltük azt, hogy ugye bejöttek ezek a külföldi szolgáltatók az elmúlt pár évben, hogy kíváncsiakban nem tudom bárki gyűjt a statisztikát, hogy mondjuk hány számlanyitása van ezeknek Magyarországon, meg hány számlanyitása van ugye a régi vágású szolgáltatóknak, mert szerintem brutál módon győzének ezek az új hullámos broker cégek. Hát ez, ez jó kérdés. Nem, nem, tudom ezt a statisztikát, nem tudom hány számla lehet Magyarországon 100-200 ezer broker számla valami ilyesmire tippelek. Hát személy, lehet, hogy miért többet is mondanék amúgy többet. az elmúlt. Hát, hát lehet, csak mert mert hogy azt hogy beszéltük, hogy egy embernek, embernek több van. Igen. igen, tehát hogy ja, hogyha igen. azt nézzük, akkor, akkor több. De ezek lehet, hogy belsős dolgok, és mindenkinek megvan a sajátja, van egy kb. becslése a többiekről, de talán MNB-nél valahol felelhető, mondjuk nyilván mert ott a TBS-eket ugye be kell jelenteni nap felé, tehát akkor gondolom ott van egy statisztika, de nem hiszem, hogy az bárki számára Na, szóval, hogy de válaszol a kérdésedre, hogy itt nagyon érdekes a helyzet, mert aki gyakorlatilag most indul, előnyben van. Mert, mert nulláról építeni egy olyan platformot, ami megfelel most a kor követelményeinek, sokkal könnyebb, mint egy ilyen legacy platformot hegeszteni. Tehát az, az borzasztó. Tehát aki dolgozott ilyen, legacy kóddal, meg legacy platformoknak az átalakítással, azt tudja, hogy ez egy, ez egy rémálom. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És, és ráadásul ugye, akik most indulnak egy csomóan, azt csinálják, hogy mobile first ami azt mondja, hogy egyből mobil, mobil platformmal kezdik, például a Revolut is ugye ezt csinálta, vagy, hát vagy Lightyear, Lightyear ugyanez. Először megcsinálják a mobilt, és utána várnak hozzá valamit egyszerű egyszerűbb platformot és ugye desktop platform nincs is, amit annó ugye le tudtál tölteni a géped, de lesz szép kis installációs kit, és akkor felhúztad. Na, és akkor van, vannak ők, ez egy előny, de nekik ugye a hátrányuk az, hogy nincs ügyfélbázis, tehát hogy akkor most gyakorlatilag nulláról indulnak, ügyfélbázis kell szerezni, és akkor ott vannak a régiek, mondjuk ez, interaktív, és nekik meg kell újulni, tehát ők egyértelműen meg kell újulni, és akkor itt kétféleképpen újulhatnak, mag, hegesztik a legacy platformot, szerintem nem annyira jó irány, és a jó irány az, hogy inkább ők is csinálnak egy új platformot, csak a kérdés az az, hogy ezt meg tudja engedni magának az adott cég. Mondjuk az interaktív meg tudja engedni, de lehet, hogy van, aki nem tudja megengedni. Pont az interaktívnál most ugye jött ki új desktop platform. Meg a... Ott is voltam a nyitó webináron, mert meg is, meg is hívtak valamiért. <síns> <síns> ugye ott is a régi, ez a Te hát híred, Dani. Igen, <síns> <síns> igen azt mondták, hogy ugye ezt a gyereket csak meg kéne már hívni, úgyhogy ott <síns> <óvatom> a, a... <síns> amerikaiak pont bemutatták, és akkor még ilyen döcögött a dolog, mert még akkor nem volt teljesen kint a piacon, és akkor kérdeztek valamit, hogy és ezt hogy lehet elérni, és így vakarták a fejüket. Hát ezt még nem tudjuk, de majd jövő hétre már jó lesz. Igen, igen, igen. Hát azt a folyamatosan fejlesztik, igen. ez szuper. Hát, hogy a, a régi Trader workstationen? akkor tudjátok, hogy az kicsit olyan, mint egy ilyen űrhajónak igen. a kezelési, kezelési, panelje, hát nem, ember legyen a talpának, így egyből kiigazodik ott. Hát igen, de még egyébként a sima webesük is olyan bizonyos hogy szegmensekbe, hogy, tehát, hogy megen például az ETF keresés az mindig egy ilyen horrorisztikus az IB-nek a felületén. Igen, és akkor ők gyakorlatilag csináltak új webest, és csináltak új mobilt, és most csináltak új desktopot is, tehát ők és még fenntartják a régieket is, mert aki hozzászokott ahhoz, akkor, akkor nekik ott van az is. De ugye ezek nyilván óriási befektetéseket igényelnek, hogy egy új platformot képíteni. Van a harmadik út, hogy vannak platformok, amiket gyakorlatilag mondjuk valaki üzemeltet, és, és beintegrálod. A szakszó a saját platformát árulja így, vagy hogyha a Forexről beszélünk, ugye akkor ott van a Metatrader 4, Metatrader 5, tehát van ez az út is, hogy gyakorlatilag egy platformot beintegrálsz, és te csak a marketinget, meg az árazást rakod alá. Ügyfél szempontból szerinted melyik a legjobb, ha lehet egyáltalán ezt így rangsorolni? Tehát, hogy ha most csak a, a, most ne a biztonságot nézzük, csak a user experience-t, akkor szerinted ebből a háromból melyik lehet a, a legkézenfekvőbb verzió, mondjuk egy kezdőnek, meg egy haladónak? Hát én kezdőként biztos, hogy valami nagyon egyszerűvel indulni. Akár, akár ilyen tényleg ilyen mobile... Firstet, hogy, 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 mondjuk akár csak mobil van, vagy mondjuk van egy egyszerű web platform hozzá, nem, tényleg el fog menni a, a, a kedvetek, hogy ilyen nagyon bonyolultal kezditek. Úgyhogy egyszerűvel, és, és, annak tudatában, hogy akkor ez jó lesz egy évig valószínűleg, és aztán majd változ, és tök oké okay váltani, és, és, amúgy át lehet transferálni a portfóliódat, tehát nem kell feltétlenül ugye ott eladogatni, Kiutalni a pénzt, beutalni a pénzt, nem. Van ilyen, hogy fogod az egész portfóliót, értékpapírostól, és egyik helyről átviszed. Migránsodat? Ja, 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 igen, igen, ja. igen. És mit lehet cégként, hogy most Gergő, a főfejlesztési pontoknak? Tehát, hogyha ezek a régi vágású szolgáltatók meg akarnak újulni, vagy mondjuk az új szolgáltatók magasabb szintre akarnak lépni és fejlődni akarnak, mik most ugye a magyar piacon a legfontosabb igények, amik, amikre úgy, érez, úgy érzik a, a befektetők, hogy mindenképp szükségük van? Igen, ezt már egy kb. 30 perc, és nem válaszolt. Ja. <laughs> ez, ilyen, ez, ez ilyen, ha egy kérdést felteszünk, addig innen nem mész. Én nem, csak egy kevén vagyok túl, <laughs> mondok, mondok, egy példát, hogy mire gondolok. Nem. Tehát például több külföldi szolgáltató ugye elkezdett itthon TBS-eket árulni, és ezt ez kimondtam fontos a magyar piacon, hogy el tudj érni TBS-t, mert azért pláne ugye mióta ugye a tavaly júliusi adóváltozások megvoltak, azóta pláne nem mindegy, hogy egyes esetekben mondjuk 28 vagy 0 az az adóvonzat, amit ki kell fizetned. Ehhez is ilyen hasonló, tehát láttok-e, akkor mind a kettőnk, Daniel, mondjuk te mire gondolsz, hogy, hogy mik ezek a tipikusan fontos pontok, mert én például a TBS mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy külföldi szolgáltató népszerű akar itthon lenni, akkor mindenféleképpen kell TBS-t árulnia. Uh, igen, én ezt tök hasonlóan látom, mint ugye az Egyesült Királyságban is van a TBS-nek megfelelő ISA nevezetű számla, Individual Savings Account, talán már valamelyik podcast belül is került, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy 20 ezer fontot évente adói év áprilistól áprilisig tartott, félre tudsz tenni, és ugyanúgy adómentes, tehát gyakorlatilag pont ugyanazokkal a, a cuccokkal működik, mint a TBS, csak ugye igazából az ISA-t butították le a magyar TBS-re, mert annak nyilván több funkciója van, de hogy ott is valójában, hogyha, vagy legalábbis én azt látom, hogy ha az Egyesült Királysági piacon te sikeres prókercé akarsz lenni, és nem rendelkezel ilyen megtakarítási számlával, akkor nem fogsz tudni labdába rúgni hosszú távon. Tehát lehet, hogy egy-két kisebb ügyfelet tudsz szerezni, de hogy nem fog nagyon nagy mennyiségű pénz odáramlani, szerintem ez így nagyjából fix. Én mondom, én ezt a kettőt látom, én nyilván a, a, az Egyesült Királysági piacot, meg a, meg a magyar piacot látom úgy, úgy elég rendesen belülről az európait meg úgy helyel közel, de nyilván mondjuk a, a, az összes többi piacot az biztos, hogy jobban, jobban látod, hogy ott, ott esetleg hogyan lehet labdába rúgni, vagy hogy tényleg ennyire fontos -e mondjuk ezeknek a államilag biztosított cuccoknak a, a beintegrálása. Igen, a, a TBS az, az, nagyon fontos szerintem a magyar piacon egy, Teljesen egyetértek, a kriptó ez szokott lenni a második kérdés, hogy mit gondolsz a kriptóról és mit gondolsz a TBS-ről? <laughs> Szólal, hogy ez szuper fontos, és szerintem nem csak a magyar piacon ezt jól láthatod, hogy, hogy a uk ben is, mindenhol, ahol van ilyen, ilyen számla, az, az fontos. Az USA-ban is például a, a, a Robin Hood most így szerzett sok ügyfelet, hogy azt mondta, hogy ha az ottani adóoptimalizálós új számlájára, átmigrálod a másik broker a portfóliódat, akkor gyakorlatilag azt hiszem egy százalékkal megfejed. Kert ha alapból jóvá itt neked egy százalékot a teljes portfóliódra, és akkor így szerzett egész sok ügyfel. Tehát ez egy, ez egy fontos vonal. A másik szerintem az, hogy el tudod elérni a helyi piacot, helyi, helyi részvénypiacot. És ez ugye ilyen kisebb, kisebb országok, kisebb piacon érdekes, mint mondjuk a magyar piac mert nem minden külföldi brókercégnél tud, tudod megvenni mondjuk a, 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 magyar piacon jegyzett OTP-t, lehet, hogy a külföldi piacon igen, de ugye a magyar piacon jegyzett OTP-t, ez a másik. Aztán a számla tehát hogy mondjuk, hogy tudsz-e forintban vezetni ott számlát, hogyha mondjuk épp azt akarod, mert nem tudom miért fontos ez neked, és hogyha már tudsz forintba vezetni, akkor ez ugye a legújabb dolog, amiben elég erős a verseny, mert az ügyfeleknek is fontos, meg a broker cégeknél bevételgenerálási oldalon fontos az, az, hogy a, az adott deviza nemre a, 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 a számlátartott készpénzre fizetnek-e valamilyen hozamot. Ó, oh, tényleg, igen. igen. Ez egy tényleg, igaz, fontos van. trend. Igen. É, és ugye Lightyear például, ez szerintem tipikusan, ez volt az egyik legerősebb húzóra, amivel berobbant, hogy beutalod a forintot, beutalod a dollárt, eurót, és akkor tartod ott, és és kapsz kapsz egy és ez t -t, yeah. Yeah. ez számít. Na, tenni a 30 percink, de csak <haz> de csak kiugrik <haz> <jön. Mertünk> <haz> már, már, a már, 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 Szuper, és ö, még egy téma van, amire mindenféleképpen szeretnék Gergő beszélni, hogy ugye mondtad, hogy elég komoly vizsgálat van, a, amikor valaki felkerül hozzátok a platformra, Igen. mert hogy mondta egyébként az adásért egy nagyon érdekes statisztikát, hogy egy rendes brokerre kb. 10 scam bróker, jut, hogyha jól emlékszem, vagy hogy egy Igen. megkeresése, 10 scam megkeresése, nem is tudom, hogy mondtad pontosan, hogy ö, ezeket hogy tudjátok kiszűrni egyébként, hogy, hogy ezek a típusú brokerek még csak véletlen se kerüljenek fel hozzátok a platformra? Hát mondhatnám, hogy nagyon egyszerűen, tehát hogy amikor már nyilván át, átnézze nagyon sok ilyen szolgáltat, akkor, akkor hogy mondjam, nagyon, nagyon látszik az, hogy már, már az, hogy hogy van felépítve egy honlap, abból látszik, hogy ez most mit ajánl, mit nem ajánl, ö, a, a nyelvezet, az tökre számít, illetve ugye van ez az, az alsó rész, amit footernek hívunk, és akkor ott szokták feltüntetni, hogy kinek milyen regulációja van. És amúgy a kemek is azt mondják, hogy nekik van a regulációjuk. Hát a Szent Grenadin szigeteken valahogy mindenki nagyon, nagyon sokan vannak végezni. Hát vagy, vagy, vagy azt hazudják, hogy van az FCA-nél, aztán utána meg kell nézni, hogy tényleg van-e. igen, Tehát, hogy tényleg van-e, vagy épp, hogy az FCA warning listján vannak le rajta. a, a, <laughs> a vannak és ott vannak a <laughs> reguláció, csak... Szóval Abba ezeket ez mi, mi, végig, végig csekkoljuk, és, és gyakorlatilag, ami, ahogy mondtad, az így van, hogy egy normál brókerre jut tíz csaló, tehát ha te otthon ülsz számlát akarsz nyitni, akkor, akkor nagyon nagy esélye bele fog ütközni egy szkembe, akik csak arra optimalizálnak, hogy ellopják a pénzedet pont. hogy, és mondjuk az ilyen trending topikokba ez még inkább igaz, hogy annak, amikor volt a kriptó, akkor nagyon sok kriptoszkán volt. Épp, épp, nyilván ők arra ülnek rá, ami épp a trend. És mondjuk van a világon két ezer regulált broker, beleértve a helyieket, nemzetközieket, és úgy képzeltek, hogy van egy, nekünk van egy 30-35 ezres adatbázisunk szkemekről. Tehát, hogy ennyi szkem van a világon, nekünk benne vagy adatbázisba, és amúgy van is egy olyan túlunk, hogy odajössz, beütöd az adott a a nevét, és akkor mi mondjuk, hogy SCAM, nem SCAM, tehát ez a szolgáltató. Sőt, wow. még egy olyat is csináltunk, hogy, hogy fel tudsz uh, rakni a, a böngésződ egy ilyen uh, bővítményt és ez a bővítmény jelez neked, hogyha a kemnek az oldalán Tehát, hogy kapsz egy ilyen pop -op -op hogy hello. Azt a hey, minden. Ez hey, de Ez, nagyon komoly. Ezt nem tudtam. Ez... Az, ez... és ez azért fontos, mert hogy sok... Ezt szke... majd tegyük már bele a leírásba. Mert ez, ez, igen. nagyon, ez jó, ez, men... <suk> igen, ez nagyon hasznos. És azért fontos, mert tudjátok, egy csomó scam azt csinálja, hogy leklónozza a, a normál szolgáltatókat. Tehát olyan, mintha nem tudom, a, a Heartgrace lens oldalán járnál, de nem. Tehát, hogyha megnézed az URL-t, akkor látod, hogy nem igen. az az URL, csak ezt sokan nem veszik szép kék résztre. szín, ugyanaz a, igen, És igen. akkor ott ellopják a, nem tudom, a belépési adataidat, és akkor mi gyakorlatilag ezeket a klónokat is próbáljuk belerakni az adatbázisunkba, és akkor az a bővítmény ez lesz, hogyha klón oldalon jársz. Ez brutál. Emögött hogy... e mennyi fejlesztéset, fejlesztésetek van? Nagyon kemény. Ez egész gyorsan megvolt. volt. <laughs> csak 1500 óra volt négy embernek, de egyébként egész gyorsan. Jó, akkor a csapat, hogy mondod Gergőségként, ez, ez engem az is lesz sokkal, hogy hányan vagytok most a cégnél jelenleg? Most kb. 50-en csináljuk már a brókercsúzat, igen. És komolyt. mondd el, hogy egyébként, amit beszéltünk is szintén itt az adás előtt, mert hogy egyébként szoktunk beszélgetni, nem csak így beülünk. és... <laughs> Megjön a limuzin, kiszállunk, és ezt Igen, és gyakorlatilag ennyi. Levesszük a, a, a mi az a taxidó, a, a, a... smokingot, smoking smoking e igen, és akkor beülünk ilyen. ilyen kicsit casual ugye hogy úgy tűnjön, mintha mint mi is közétek tartoznak. <laughs> <laughs> szóval, hogy, hogy nagyon nehéz ilyen embereket találni Magyarországról, hogy azt mondtad, hogy nem könnyű olyanokat, akik ezeket értenek is hozzá, és, és jól is tudják ezt csinálni. Igen, tehát folyamatosan keresünk, keresünk a csapatba új embereket, és igazából úgy általánosan azt mondom, hogy nem könnyű tehetséges embereket találni. Szerencsére, úgy Magyarországon tök, nagyon sok tehetséges ember van. Mi nem csak Magyarországon keresünk, tehát már most is ilyen e, a, a, a csapatnak a nagy része Magyarországon élő ma, magyar ember, de mondjuk van már e, munkatársunk Tunéziából, Montenegróból, Szlovákiából, szóval így egyre színesedik a csapat, és, és mindig mindig keresünk embereket. Data scientists keresünk, elemzőket keresünk. E, hls is keresünk kép, szóval hogyha valaki érdeklődik, akkor látogassatok el a karrier oldalunkra. Nyugodt ja. szívvel tudjuk igen. ajánlani Gergőt főnöknek. Igen, 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 igen. Szóval vissza oda, hogy akkor, hogy hogy mert én pont azt akartam még megkérdezni, hogy, a, hogy ugye most, ha jól láttam, akkor csináltatok egy ilyen AI cuccot, hogy lehet tőle kérdezgetni. Igen. Mert én kérdezgettem igen. már, én már így tesztelgettem oh, a dolgot. És és ha én ott megkérdezem, mert látod, ez most nem jutott tényleg eszembe, hogy ott megkérdezem, hogy beírom, hogy figyelj, ez is az oldal, ez szerinted átverés, ez szerinted átverő broker cég, ez scam, akkor ő azt az adatbázist fogja használni, ami nektek van, és akkor ott kiírja nekem, vagy, vagy még ez nincs ennyire beleintegrálva, és, és, inkább nézzem meg én külön ott a, a, cégnél. Vagy most olyat kérdeztem, hogy egy fejlesztőz menjek oda, és kérdezem meg. Nem, szerencsére ennyire még átláttam a terméket benne van, de nagyon jó a kérdés, mert gyakorlatilag az van, hogy ez a, az AI asszisztens, amit csinálunk, ez úgy működik, hogy használja a, a chat GPT-nek az általános tudásbázisát, az elemet, és mi hozzápakoljuk a saját tudásbázisunkat, és akkor ebből a kettőből eldönti, hogy melyik kérdést mi alapján válaszolja meg, és pont ez, hogy skem vagy nem skem az, az a mi adatbázisunkból megy, és most már tudvá válaszolni, de jó a kérdés, mert szerintem olyan két hete tud rá <laughs> uh, igen. És, uh, és ez most egy, egy, új fejlesztés, amint pörgünk nagyon, hogy, hogy ebbe az AI asszisztensbe minél több tudást behozzunk, és akár már olyanokat is, hogyha mondjuk beregisztráltál hozzánk, akkor tudja, hogy te melyik országból vagy, azt is vegye el figyelembe, tehát, hogy bár IPC-m alapján csekkolja, hogy melyik országról, vagy mert azt is rájöttem, hogy amikor itt néztem meg Magyarországon, akkor azonnal kiírta, hogy Hungary, és akkor mik a top magyarországi brokers Amikor az Egyesült Királyságban néztem akkor már érzékelt, hát, hogy hello, én ott vagyok, és akkor azokat listáztam. Ó, oh, wow, na, ezt én sem tudok. Szívesen, hogy egyre jobban megyünk bele, egyébként levő sokkolódva egyébként attól, hogy mit hoztatok össze egyébként, tehát hogy ő brutál, tényleg, és, és minden elismerésem hozzá. Hát köszi szépen, és, nem, remélem, hogy nincs itt a vége, vagyis hát az ambíciónk az így tök nagy, tehát hogy nekem az az ilyen termékvízióm, hogy, hogy a, az ügyfélnek gyakorlatilag minden egyes lépését tudjuk majd lefedni idővel, ami a befektetéshez kapcsolódik. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy felmerül benne a befektetési igény, egészen odáig, hogy már konkrétan befektet, tehát hogy, 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 hogy sima ügy, hogy egyszer a, broker chooser lehet tudsz majd befektetni is, legalábbis én ezt szeretném. Most a következő nagy lépés, amivel itt szeretnénk itt tesztelni a piacot, az az, hogy már említettük azt, hogy több számlát is van általában, hogyha elkezdett csinálni egy idő után, és az egy, egy fájdalom pont, hogy akkor, egy, hogyha szeretnéd nyilván tartani, hogy hol, milyen eszközeid vannak, mi mily a hozzámat, stb., akkor az ember nyit egy Excel táblát, és akkor ott bepötyögni, csak az tök sok idő. Most egy olyan túlon dolgozunk, ahol be tudod kötögetni a különböző számláidat a broker chooserhez, és akkor egybe tudod látni a portfóliódat. Ez, ez, most ilyen erősen kezdeti ilyen MVP, tehát ilyen minimal viable product megy még, és ilyen belső tesztelési köröm van. Úgyhogy nagyon izgalmas, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez, ez hogy fognak rá reagálni az ügyfelek? Nagyon sokan mondták már az ügyfelek közül, hogy szeretnék, de ugye azt, hogy tényleg szeretnék és használják, az mindig akkor derül ki, amikor itt tényleg kinyomjuk ezt a terméket a piacra. Úgyhogy izgi, ez, ez most a következő nagy lépés. Hát én ezt csak annyit tudok hozzátenni, hogy a, a, amit én így ö, ö, tudok, vagy ilyen. Félig meddig ilyen belsős info, hogy én a, a, a Seeking Alpha platformot az biztos ismeritek. Én oda szoktam rendszeresen tartalmat is írni, meg ott is hívogatnak ide-oda. És ö, náluk is van egy ilyen túl, hogy hozzá tudod kötni, viszont ott csak egy számlát tudsz hozzá kötni, és mindent áthúzod. És egyébként azt rengetegen használják. Nekik hmm. van egy két milliós fizetési fizetői adatbázis, tehát hogy kettőmillióan fizetnek havonta azért, hogy Seeking alpha használnak és nagyon-nagyon sokan behúzták oda a, a, a cégeket, mert akkor nem kell az, hogy nézem a, a azon a számlán, nézem ezen a számlán, hanem mindent ugye ott real time -ba. Plusz nem kell fizetni mondjuk a real time adatokért, mert ugye azért van egy-két brókercég, ahol igen. Szóval, hogy szerintem ez főleg, hogyha, mert én úgy tudom, hogy ott viszont csak egyet tudsz behúzni. Hm. Tehát azért ez... Na minden, én ennek azért elég jó jövőt látok. Igen, de... ez, ez ha határozottan jónak hangzik, pláne, hogy tényleg, hogy beszéltük itt, hogy egy embernek hány számlája van, nem kell külön keresgetni, és mi gondoltak bele mondjuk egy adóévzáráskor, mikor az összes pozíciót, Jó, hát az... és akkor itt ezeket, ott azokat, ott azokat, ott azokat, mert nyilván minden ott jól viselkedő, szorgalmas, befektető, egyből írjuk ugye a kereskedési naplóba, amint nyitottunk és zártunk. De, abszolos, de, abszolos. De, abszolos. És, és, előtt nincs egy egész napom, ami, ami, ezzel megy el egyébként, ezeket visszabogaráztam, de hogyha ez mind lenne egy helyen, akkor ez egy, hatalmas, megint csak idős energia spórolás lenne, amire szerintem is sokan rákapnának. Hát, ezt egyébként nék. most csak, nyilván ezt még nem tudod pontosan, de hogy ezt egy ilyen külön, tehát mondjuk azt mondod, hogy ezért a, a szoftverért mondjuk kértek havonta, nem tudom én, 20 dollárt, 50 dollárt, és akkor ez lesz az egyébként a, a, az alapja, vagy vagy ez még így titkos, vagy nem mondhatod el, vagy ne, inkább még, még nem kristályozott még ki. ki. Aha. Tehát, hogy addig a, még, még a monetizációs oldalát nem valtuk hozzá, tehát hogy amíg nincs egy ilyen letesztelés annak, hogy ezt fogják használni, én azzal kevésbé foglalkoztam még, és nem azért, mert hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert nyilván ez tök fontos dolog, de hogy egyrészt még nem minden információ tiszta, mert minden nem akarok technológiai részletekbe belebonyolódni, de nagyon nem egyszerű ezt felépíteni a technológia alól, és költséges. Tehát meg kell nézni, hogy mi a költség egyrészt, másrészt meg, meg nekünk van többféle monetizációs lehetőségünk, ahhoz képest, hogy mondjuk valaki csak egy ilyen túlt épít, ahol mondjuk tényleg kell egy havi díjat kérni érte. Tehát, hogy ami ügyesen, az én most azt vizionálom, ha ügyesen meg tudjuk csinálni ezt a terméket, és a, azon a termékön keresztül tudunk valahogy monetizálni, mondjuk úgy, hogy blókert ajánlunk, vagy akár mondjuk befektetési eszközöket, akkor nem is biztos, hogy kell havidíjat kérnünk az ügyfelektől. De aztán lehet, hogy lesz havidíj, ez még a jövő zenéje. Uh, ja, de ez izgi. Most én nagyon-nagyon kattogok ezen, és uh, szerintem ez fél-egy fél éven belül eldől, hogy ez működik, vagy nem. Hát király, mi várjuk. Szerintem, abszolút, szerintem abszolút, igen. Szerintem ránéztem az órára, és uh, van egy jó és egy rossz hírem. A rossz az, hogy egyébként kábé jutottunk a, a mai adás végére. A jó viszont, hogy képzeld, Dani, végigmentünk az összes script ponton. Komolyan? Wow. Komolyan. Hát ezt nem akarom elhinni. Ez, ez csoda. Ez a csoda mondom. kategória. <laughs> Egy, ez meg nem sokszor lesz ilyen szerintem. Nem, szerintem sem, szerintem sem. Ja, hát Gergő, nagyon, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és bemutattad az oldalt meg, amit csináltok. Én tényleg eddig is tudtam, hogy zseniális, de hát ezek után meg, meg, még inkább, és nagyon-nagyon gratulálunk hozzá, és várjuk ezeket a, a, fejlesztéseket, és hát tényleg bátorítunk mindenkit arra, hogy használjátok a Broker chooser akár akkor, amikor az első számlát nyitjátok, akár amikor az ötödik számlát, mert tényleg írdatlanul megkönnyíti azt, hogy mi a hozzátok, és a ti döntési paramétereitekhez leginkább illeszkedő e, broker és szolgáltató. Meg nem csak arra, hanem hogy küldjétek el olyan ismerőseiteknek, akik viszont tudjátok, hogy számlát akarnak nyitni, mert akkor viszont nekik ez baromi hasznos lesz, hogy kezdet-kezdetétől egy olyat kapnak, hogy igen, tudja, hogy vagy legalábbis vannak sarokpontok, ami alapján tud dönteni, és nem biztos, hogy vakon kell akkor már rábökni, mert azért most már ott tart a technológia. Úgyhogy, úgyhogy, szerintem még ez is, ez is fontos. Meg hát nyilván, hogyha fél év, ma -e, múlva ez kint van, akkor meg várunk vissza. Várunk és vissza, akkor... Így van. <laughs> és így van. akkor azt okay, is elmondhatod. Nagyon köszi a beszélgetést, tök jó volt. Mi is köszönjük szépen, és bátorítok mindenkit, hogy, hogy kövessétek az érthető pénzt, a Money a Broker choosert és nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, akár a Youtube-on, akár pedig a Spotify-on. És de el kell mondanunk, hogy ez egy baráti beszélgetés, ja, mert így, ez mindig, mindig elmarad. Mindig elfelejtem. és hogy nyilván, itt elhangzott abból semmi nem minősült befektetési tanácsadásnak, hanem Dumcsisztunk egy jót. Így van, oké. Okay. No. Köszi még egyszer srácok, szép napot mindenkinek, sziasztok! sziasztok, sziasztok. sziasztok.